ez a film legalább ugyanannyira társulati, legalább ugyanannyira társulat perspektíváját képviseli, mint amennyire az enyém. Nekem nagyon fontos ebben a filmben azt tudni, hogy az eredete az 100%-osan roma fiatalok perspektívája és roma fiatalok írásai arról, hogy mit jelent romának lenni, mit jelentett nekik felnőni, kik ők, mitől lettek ők azok, akik. És utána én ezt az anyagot fogtam, és ebből csináltam darabot, utána meg azt a darabot fogtam, és abból csináltam filmet. Tehát nagyon fontos nekem, hogy az ő élményeikben gyökerezik, valóságosan az ő általuk megírt ő élményeikben gyökerezik, és nem azokban a dolgokban, meg nem olyan történetekben, amit én kitaláltam, és utána nekik tulajdonítottam őket. Nekem nagyon fontos volt az, hogy ők fiatal értelmiségi és művész partnerek ebben a teljes folyamatban. 6-7 éve dolgozunk együtt. Én úgy kerültem ebbe az egészbe bele, hogy én rendeztem az első videóklipet a Tudáshatalomnak. Eleve nem arról beszélünk, hogy van egy csapat ember, akiket én és a Horváth Kristóf megtanítottunk művésznek lenni, nem ők azok voltak. Én sosem tanítványokat láttam, hanem társalkotókat, akiknek igenis volt egy látásmódja. És a Kristóffal nekünk az volt a feladatunk, hogy segítsünk abba, hogy ez a látásmód a lehető legolyanabb legyen, mint amilyet ők szeretnének. De nekem akkor is nagyon fontos volt, hogy az én vízium teljesen összhangban legyen az ő víziójukkal, azaz ne adjak semmi olyat a szájukba koncepcionálisan, amivel ők nem értenének egyet, hogy ne bábukként legyenek kezelve, és végig legyenek ezen a folyamaton rángatva, hanem nagyon is tudják, hogy mi zajlik, és nagyon is tudják, hogy mi az a szemlélet, amivel ezt a darabot csináljuk, és a koncepciót 100%-osan értették, elfogadták, támogatták, és ők is így beszéltek volna szívesen a magukról.